különleges intézkedési tervvel, de normál körülmények között indult meg egy hónapja a tanév, fogalmaztak a bicskei intézményvezetők nemrég Szívügyünk Bicske című közéleti magazinunkban. Ahogy a járványügyi intézkedésekre vonatkozó iránymutatás fogalmaz, mivel a járványügyi adatok nyomon követése alapján látható, hogy Magyarország jelenleg biztonságos, ezért szeptember 1-től a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése volt indokolt. Minden köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kellett elvégezni, a fertőtlenítő szereket a fenntartónak kell biztosítani, a tanév kezdéshez szükséges mennyiséget az operatív törzs rendelkezésre bocsátotta. Ezen felül a személyes tanévnyitó konferenciák helyett az iskola igazgatók online kapták meg a tanév kezdéshez szükséges információkat. Mi egy picit szigorúbbak voltunk, mint ezek az előírások, tehát mi például kikötöttük, hogy szeptember 1-től csak és kizárólag testhőmérsékletmérés után jöhet be gyermek és pedagógus is az iskolába, és azt gondoltuk, hogy aki lázas, az beteg. És ha beteg gyerek, beteg felnőtt, beteg pedagógus, ne jöjjön be az intézmény falai közé. Ez úgy tűnik, hogy eddig egészen jól sikerült tartanunk, tehát az elmúlt 4 hétben nem volt olyan tanulónk, akit napközben haza kellett volna küldeni azért, mert mondjuk napközben lázasodott be. Most a napokban van egy ilyen hasmenéses történet, lázzal nem jár, úgy gondoljuk, hogy ez egy másfajta megbetegedés lehet. Természetesen az összes többi előírást azt mi is teljesítjük, tehát kézfertőtlenítés, közösségi terekben a maszknak a viselése, de mindez tanórán kivitelezhetetlen. Tehát úgy nem lehet tanítani, hogy nem látjuk egymás arcát, hogy a pedagógus nem látja a gyerekek arcát, a gyerekek pedig az őket tanító nevelőkét. Szerintünk ez egyszerűen kivitelezhetetlen. Ugyanakkor azzal tisztában kell lenni, hogy egy iskola önmagában kockázatot jelent. Sok tanuló van, kis helyen. A mi szerencsénk az, hogy az alsó és a felső tagozat az külön épületben helyezkedik el, így például nálunk a csúsztatott csengetési renddel nem kellett foglalkozni, minden további nélkül megoldható ez, hogy 2x270 gyereket tanítsunk. Hasonlóképpen az ebédeltetés még egy olyan esemény, ahol relatíve közelebb vannak a gyerekek egymáshoz. Ezt úgy próbáltuk megoldani, hogy a csoportok ne keveredjenek, tehát kis csoportokban ebédelnek az egyes tanulócsoportok, illetve a beléptetésnél tartjuk a gyerekekkel a távolságot, amennyire csak lehet. Azt mondanom kell, hogy mind a város, mind a tankerület ezekben abszolút partner. Tehát a testhőmérők biztosításában, a fertőtlenítőszerek biztosításában, kesztyű, maszk rendelkezésre állásában semmilyen fennakadás nincsen. A tavaszi digitális oktatás a bicskei intézményekben is sikeresen zajlott, a pedagógusok néhány nap alatt teljesen átálltak az új tanítási formára. Az igazgatóasszony vezetésével először az iskola, az intézmény felső vezetése, majd a munkaközösség vezetőkkel kibővítve a vezetőség kidolgozott egy nagyon komoly programot az online tanításra. Ezt ismertettük a nevelőtestületre, illetve megbeszéltük, ők is elmondták a véleményüket, hozzátették az ötleteiket, elképzeléseiket, és ez alapján kialakítottunk egy nagyon komoly online tanítási tervezetet, órarenddel, szülői értekezletekkel, fogadóórákkal, természetesen online, teljesen megszerveztük a gyermekek tanítását 1-től 8. osztályig. Ez azóta is rendelkezésre áll, nyilván a tapasztalatokat megbeszéltük, amikor mielőtt elmentünk ugye nyári szabadságra, sok-sok tapasztalattal rendelkeztünk már az eltelt két és fél nap során. Ezeket beépítettük, amin változtatni kellett, azokat megváltoztattuk, amit esetleg el kellett hagyni, elhagytuk, amit másképp kell csinálni, azt másképp fogjuk csinálni, ha megint sor kerül rá, tehát nem ismeretlen és nem hirtelen ugrunk bele egy esetleges online tanításba, nagyon szeretnénk elkerülni. Ugyanis rengeteg munkája van a kollégáknak ebben.
Az első osztályosok meg a második osztályosoknak különösen, hiszen ott ugye nagyon nehéz volt, nagyon picik a gyerekek mégis, és nagyon nehéz volt ezt az online tanítást megvalósítani. Nem is volt teljesen online, hanem bizony nagyon kicsi csoportokban a pedagógusok azért személyesen is a megfelelő távolságot meg egyéb rendszabályokat betartva, kimenve a gyerekekhez tanították őket, a többiek pedig tényleg nagyon alaposan készülve vitték végbe ezt az online tanítást, és azt is elmondhatom nyugodt szívvel, hogy igen, magas színvonalon, ezt azért merem bátran mondani, mert rengeteg szülői visszajelzést kaptunk, nagyon-nagyon köszönték a szülők, 99,9%-ban nagyon pozitív és nagyon hálás visszajelzéseket kaptunk, és sok szülő jött, van nyilván rálátásuk más iskolák, hiszen Budapestre ide járnak, oda járnak, amoda járnak, nagyobb testvérek, stb., hogy tényleg példaértékűnek nevezték azt az online oktatásnak azt a minőségét, amit az iskolánk megvalósított, de ez nagyon-nagyon sokat kivett a kollégákból, azt kell, hogy mondjam. Tehát nagyon-nagyon fárasztó volt, tényleg gyakorlatilag reggeltől estig vagy készültek, vagy maga a tanítás ugye folyt. Az óvodában, a kisebbeket nevelő intézményben jól indult a nevelési év. Tulajdonképpen egy új helyzetben találták magukat a szülők és gyerekek. A nyári szülők nélküli óvodába érkezéshez képest, ugye most szülőkkel érkezhettek a gyerekek, és többen jöttek, mint a nyári időszakban, szinte mindenki megjelent az óvodában, és egy új feladatunk volt a beszoktatás. A beszoktatás most teljesen más módon történt, egy kisgyermekkel egy szülő jöhetett az épületbe, és az óvodának a csoportszoba ajtajáig kísérhette a gyermekét. Ott egy rövid búcsúzkodás után az óvodapedagógusok várták őket, a szülők pedig hosszabb, rövidebb időre elmentek, majd a megbeszélt időpontban visszaérkeztek. Úgy tűnik, hogy nem jelentett ez nagy problémát a gyerekek és a szüleik számára sem. Talán a szülők egy kicsit jobban aggódtak emiatt, mert nem ez volt a megszokott, de én azt gondolom, hogy az óvodapedagógusaink és a segítőink, pedagógiai asszisztensek, dajkák nagyon felkészülten fogadták ezt az új szituációt, és megbirkóztak vele. A tanévkezdés körülményeit meghatározó intézkedési terv kiemeli, hogy a nevelési oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermekek látogathatják. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.